Üdvözletem mindenki új szálláson, ahogy ide értem, rögtön szakadt is le az ég, és most esik a legjobban, ide ért a vihar, úgyhogy hát most az a terv, hogy bejárom Vévaványáig a megszűnt vasútvonalat, amit a közlekedés politikai koncepcióba számoltak föl, hát most egy kicsit várni fogok, ameddig ez az zuhé elvonul. Igazából ez gyorsan elmegy, mert csak egy nyári zápor, de most éppen nagyon szakad az eső, mi várunk, és egyébként itt elmellettünk egy bézés, ráadásul börtönbézé is van. Manasság már ide ritkábbak ezek a úgynevezett börtönbézék. Ugye ez a... úgy néz ki, mint a hagyományos bézépótkocsi, de itt ez a rácsos rész, ez a podgyásztér. Hát most leginkább bicikliszállításra használják, régebben azért itt vittek mindent. Igazából békés, nem még tudom, hogy például kenyeret is hoztak rajta, meg a moziba filmtekercseket régebben, ilyen börtönbézén. Na, hát közben látják, elindult. És közben első cseppes a kamera, de lehet azt is takarítani. Úgyhogy lemegyek az aluljáróba, aztán megvárom, ameddig elvonul a vihar, aztán indulás. Na most szakadt le az ég, aztán rendesen. Én na, kis lencse tisztogatás után akkor itt vagyok. Hát még mindig esik, de bár már aláfagyott. Látjátok, hogy most hogy áll a helyzet. Még várok egy kicsit, aztán, hogyha nem csillapodik, akkor egyébben már tudok indulni. És egyébként rossz idő nincsen, meg semmi, csak esik az eső. Meg egy kis szellő van, de hát az meg még jól is esik. Azt nézzétek, itt vagyunk a rakodón, kis új szálláson, benne áll egy ÖBB-s Taus tehervonat. És hát szemelkél az eső, de hát már csak szemelkél, úgyhogy elindultam, ez már nem ellenfél. És majd valahol ott lesz a kiágazás, egy kicsivel arrébb, majd próbálok onnan is videózni. Na hát valahol ott van a kiágazás, egyébként onnan ágazott ki, és itt jött valahol a vasútvonal, és itt erre. Nagyjából itt valahol az út mellett. Hát igen, most egy kicsit megint jobban elkezdett esni, viszont ez ilyen meleg nyári zápor, úgyhogy csak a filmforgatás nehezíti egyébként, a biciklizést annyira nem. A térképnézést igen, mert az új lenyomat olvasó baszakszik esőbe. De hát mindegy, megyünk tovább. Na itt volt a vasút, ezt nézni. Hát itt látjátok, hogy itt nagyjából az út követte. És szerintem itt volt az, ahol itt egyenesen átvágott, és ment a Dévaványa fele. Hát itt az út az nem követi, de majd igyekszem valahogy akkor arrafele menni, de szerintem itt lesz. Szóval tévedtem az előbb, a vasút még itt ment, nézzétek meg ezt az oszlopot. Ez egy régi távközlési pózna, és ott mellette. Valamennyire még a töltés is kivehető. És ott fordult le egy picivel arrébb, azt még megnézem. Na szóval itt, ahol a vezeték, tehát itt ment a vasút. Meg itt gyanús itt ez a... ilyen kockakő is az úton. Hát meg az, inkább az, hogy ott arra fel, amerre a vezeték ment, itt ment valahol át az úton, viszont nekem vissza kell menni, mert csak ott van egy földút, ami vissza tudok menni a főútra, és ott tudom követni a sineket. Vagy legalábbis a sineket, nem csak a nyomvonalat. Na most igen, és most alápagyott az eső, úgyhogy most már eltünk. De fotózni nem fogok tudni, csak videózni most már, mert fényképezőgéppel így esélytelen ebbe a filmbe. Telefonnal se nagyon, úgyhogy marad a kamera. Szóval itt jött a vasút, itt jött át az úton, és erre ment. Mindjárt megnézem, hogy tudom-e követni ott valahol mellette, meg hogy meddig. De itt ezek a régi távíró póznák, ezek jól jelzik a nyomvonalát. Itt is van valami szalagbút, de szerintem itt nem lehet követni. És viszont ott arrafele lehet, ott pedig van egy gémes kút, ezt nézzétek meg. Csak egy kis vidéki hangulat is legyen. Közben visszajöttem az országút mellé, és igen, tehát Dévaványai út ott van, és itt ment a vasút. Itt ezek a távíró póznák, ezek nagyon jól jelzik a nyomvonalat.
Hát igen, így. Sajnos a nyomvonalon nem tudok menni. Kénytelen vagyok tovább menni az úton, de ez az. Itt ahol ezek a távvillapozzák mentek, és itt még valamennyire a töltés is látszik, nézzétek meg kicsit jobban. Hát sajnos a bicikli út azt nem csak Ecsekfalvától van. Ezt úgy megállt benne a víz, hogy csak na. Nézzétek. Alvázmosás az megvan. Ijesztéd. Nem tudom a kamerát. Egyesek pedig itt mennek, mint a barmok, pedig 60-as tábla van. Innen lehet már követni a vasutat, csak a távíró póznák tűntek el, viszont itt ment. A térkép is itt mutatja, hogy a közúttal párhuzamosan. Csak hát itt most ezen a sávos földúton nem tudom követni, ugye visszamegyek a közútra. Hát nézzétek meg, micsoda dzsumbúj van itt. Úgyhogy ezen most lehetetlenség biciklivel menni. Hát, hogyha nem szakadna így az eső, vagy legalábbis nem szakadt volna, mert most már azért meg kezd kisütni a nap is, látjátok, de azért ez a hatalmas nagy felhőszakadás ez megtette a magáit, úgyhogy itt nem tudok tovább menni. Úgyhogy visszamegyek a közútra, és követem itt párhuzamosan. És lássan, igen, elérkeztünk a megyehatárhoz, itt vagyunk Békés megyehatárában, így a vasút az meg ott ment mellette. Hát itt egyébként lennie kéne egy hídnak, mert hát ezen a valamin át kellett menni ezen a kis patakon. Egyébként ez egy nagyon jó út, nem tudom, de ott, itt mellett volt valahol, de már a híd sincs meg. De itt ment a vasút mellette. Hát itt meg különböző tavak vannak. Meg itt egy... Hát, mondtam, hogy legalább a híd... Viszont Ecsekfalván sokáig meg volt a régi vasúti híd, de már csak a pillérje van meg, mert magát a vasszerkezetet azt már hát eltüntették. Egy részét ellopták, a másik részét meg az önkormányzat elvitte, ami még maradt belőle. De nagyon sokáig megvolt, és szerették is volna megtartani, csak aztán hát nem úgy alakult. És igen, megtaláltam, az egyik megállónak a nyomait megtaláltam. Ez bizony itt volt a Kendeles-szigeti megálló. Itt jött a vasút, tennél a földútnál, itt valószínűleg azért is hagyták meg itt ezt a masokövet, itt voltak valahol a sinek. És hát itt, hát errefele. Hát itt már nem követhető. És egyébként ott van egy buszmegálló is, amely szerintem szintén Kendeles-sziget a neve. Hát látjátok, egy spotter bicikli az egy kicsit felszedte a sarat, de hát végül is itt le is van most, és ez meg lehet, hogy itt egy szelvénykő, ezt azért megnézem magamnak közelebbről. Ijjjj. Az a baj, hogy nem látszik rajta semmi. De ez a tapu, ez a régi képeken is megvan. De biztos, hogy itt, tehát itt volt a megállóhely előtte. De legalább már van valami nyom. Tehát jött a vasút, és a következő az már Ecsekfalva lesz, ahol meg bicikliút épült a nyomvonalra, úgyhogy ott lehet a legkönnyebben követni. Hát egyébként igen, itt tartunk most. És itt jött a vasúti töltés, hát hogyha száraz idő lett volna, akkor itt jöttem volna rajta azon a töltéseim maradt földúton, de hát ez most nem adatott meg. És itt, ha itt lehetünk valahol Ecsekfalva határában, mert ezt figyeljétek. Ott van egy közúti híd, de ami minket érdekel, az itt van. Nem az a sok szúnyog, hanem itt volt bizony, itt volt a vasúti híd. Tehát itt látszik, itt mentek át a sinek. Mondjuk ez is nagyon csúszik. Tehát itt van a közúti híd, ami mai napig megvan, és a vasút az itt ment egyenesen. Itt ezen a hídon, és ez a híd még 2008-ban, vagy 2007-ben, hiszem, ez még megvolt. És már akkor elkezdték ugye, lopkodni a színesfémtól, vagy elkezdték ugye, kiflexelni belőle a vasdarabokat, meg akkor ide, de ugye amikor felszedték a sineket 1972-től, amikor, mert 1971. december 31-én, hiszem akkor állt le a forgalom rajta, és 1972-ben elkezdték felszedni, akkor ezt a hídat ezt meghagyták, és jó 30 évig ez így maradt, és ez a falunak jelképe is volt, meg igazából innen ilyet, hát én amikor ilyen strandidő volt nyáron, akkor innen ugráltak be a vízbe. Tehát, de jó visszhangzik. És utána, hogy elkezdték ugye kiflexelni a darabokat, mert elkezdték apránként elhúzni, tehát kezdett életveszélyessé válni. És mivel ugye a MÁV az nem foglalkozott vele, mert mondták, hát már nem az övé, hát itt nincsen vasút, mit kezdjen vele. Az önkormányzat meg ugye eladta Óska vasárba.
Már megdagyott, úgy emlékszem, és már kezdett belezuhanni a vízbe. Hát, úgyhogy ez volt az egyik tárgyi emléke. Egyébként még az állomás épület megvan, azt hiszem, hogy vendéglő, vagy kosma, hogy valami működik benne, de maga a vasút is megvan. És Ecsekfalván azért megy egyébként a keresztül a falu közepén a vasút, mert itt az a helyzet állt elő, így itt fordítva működött, hogy a vasút volt előbb. Tehát itt a megállóhelynek a régi neve is Puszta Ecsek volt, illetve az állomásé, mert nem volt itt semmi, hanem később épült ki a vasút köré a falu. Tehát itt az lényeg, hogy itt azért van jó helyen a vasút, mert ugye hát a falu az kiépült a vasút köré. És nem fordítva, általában hogy a fordítva volt, hogy meg volt az adott település, falu, város, a többi, és akkor a vasút meg ahogy sikerült, úgy közelítette meg. Hát régen abszolút nem volt szempont, hogy minél jobban megközelítse, csak hát, hogy közelében legyen, örüljenek, hogy van vasútállomásuk. A vasútállomás ott épült, a vasútnak volt jó, nem ott az utasoknak. De hát ezt mindannyian tudjuk. Na, menjünk akkor szerintem tovább, mielőtt megesznek a szúnyogok. És igen, ez már Ecsekfalva, illetve itt az egykori Puszta Ecsek, majd Ecsekfalva. Vasútállomás, és ez már az oldalrakodó, meg az áruraktár, itt még az is megmaradt. Tehát itt lesz valahol az állomás épület is, nézzétek meg, ez a... És itt van. Tehát jó, a busz megálló az később épült ide, viszont ez itt a régi vasútállomás. És itt voltak előtte a sinek. Hát a tyúk az nem tartozik a épülethez. Valószínűleg ez is kosma vagy étterem, vagy valami működik benne. Hát itt van. Hát igen, a vasút az erre megy, vagy legalábbis erre ment. De hát nem tudom, hogy ez mennyire követhető itt ebben a nagy sárba. Szerintem semennyire, azért megpróbálom, de sok reményt nem fűzök hozzá. És itt a túloldalt erre jött. Vagyis hát erről jöttük, most Ecsekfalva fele nézünk. Hát megpróbálom, de szerintem ez nem fog menni, úgyhogy közúton kell menni Dévaványáig, az meg itt most eltávolodik, mert látjátok, ott még a villanyvezeték után megy a közút. Ott nagyjából arra, és hát úgy meg nem lehet követni a sutat, de azért mindent megpróbálok. És látjátok, itt van az utolsó megálló Dévaványa előtt, ez a léthelyi megálló, és ott annál a torony, kilátó toronynál volt. Talán még a sineket is ki tudom venni, hogy hol volt. Hát az nem látszik. Hát az a baj, hogy ezen a tankcsapdán a fókusz visszakaphatnánk. Na szóval ezen a tankcsapdán itt most nem vállalom, hogy átmenjek, mert bele fogok ragadni biciklistől, úgyhogy mondom, erős zoommal megpróbáljuk egy... Hát körülbelül egy kilométerre van. És ott van a léthelyi megálló, ahol ez a kilátó torony van. Egyébként ott még a távolban az is jól látszik, hogy itt ment a vasútvonal, és így errefele, és most majd egy évbe fordul rá Dévaványára. Na, hát itt látjátok, hogy oda kéne bemenni egészen, és ott a sárga a közút. Tehát egészen Dévaványáig, hogyha itt lejövök ezen az úton, itt a sportút, meg a Mercehalomnál, na itt, és itt van rögtön a vasútállomás, és ott kanyarodott be, tehát ott meg lesz. Hát igen, mert Dévaványa azért menetirányváltós állomás. Tehát itt most ugye úgy épült ki a vonal, hogy Gyomától Kisújszállásig, tehát miután itt Dévaványától felszedték, itt az el lett vágva, és akkor ide csak kihúzzanak a vonatok, és körbejárás után elindulnak a másik irányba, tehát menetirányváltás van, és így jönnek tovább Ködesladányba. Na de menjünk tovább, már 19.46, egy óramból sötétedik, hát addigra azért legalább a töltésig el kéne érni. És látjátok, megérkeztünk Dévaványára. Tényleg ezen az úton kell végig menni, és meg lesz a vasútvonal besatlakozása. Egyébként a vasúton az valahol arra van. A közút az nagyon eltávolodott tőle, de hát ez a baj, hogy csak sáros földút van, azt meg ilyen időben nem lehet követni. Hiába nem esik már az eső, azért nagy zuhé volt itt is, és azért a sár az még megmaradt. De innen bicikli úton akkor haladunk tovább, és majd a vasútállomásról fogok jelentkezni. És látsátok feleim, innen jött az egykori Kisújszállási vasút, ott azon a földúton. És itt, hogy bejöttünk Dévaványára, itt a bicikliút, és mutatom a túloldalt, pedig itt van a vasútállomás, és a végén a földkúp, ahol véget ér ez a vágány, de mindjárt átmegyek, és meg is megmutatom a másik oldalt is, szóval itt van.
És ugye, mint említettem, itt már ez, csak körüljárás miatt használják ezeket a vágányokat, mert Közös Ladány fele a másik irányba megy a súly. Tehát itt van az állomás, de meg fogom mutatni egy közelebbről. És ez volt az egykori kisújszállási vonal. És hát eddig végül is fel tudnak jönni a szerelmények, szerintem már nem szokott a BZ egész idáig felhúzni, mert azából itt menetirányt kell váltania, mert megérkezik Gyomba felől, így innen, itt menetirány vált, és elmegy Közös Ladány fel a másik irányba. De mindjárt meg is mutatom, és akkor majd ott lesz a videónak a vége. Akkor itt van a vágánynak a kihúzó része, és itt van egy őrhely, ami még az is lehet, hogy lakott szemetes kukák vannak előtte, meg hát így a kert is egész rendezettnek tűnik. És hát itt van maga az állomás, majd felvétel épületig még el fogok menni. Ezt nézzétek, elkóborolt a bakterom tehene. És itt van egy vízdarú, vagy ahogy Bence videós kolléga szokta mondani, egy gőzös itató, és ez a sofel is van újítva. És ott van még egy tehén. Szóval itt akkor ezek szerint ilyen biofűnyírókkal végzik itt a fűnyírást. Jó. Végül is ötletes. És itt még megvan az áruraktár is. Ezt majd közelebbről megnézem, és az első vágány meg úgy látom vörös négyzetet kapott. Na, itt vagyunk. És akkor itt van ugye az áruraktár, itt ez egy melléképület, és még egy víztorony is, még ez is megvan. És ez az állomás épület, és első háromszintes, ahogy látom. Az emeletén tudja, hogy szolgálati lakások voltak. Vagy lehet, hogy vannak. Bár úgy néz ki, mint hogyha most laknának. És ott még egy ilyen trafikszerűség is van. Megnézzük még a vágányok felől is, mi a helyzet. A csodálatos járványügyi menetrend. Hát ugye most már vonat nem megy sem erre, csak pótlóbusz. Azzal meg biciklivel nem megyünk sokra. És ott van még egy biofűnyíró, ezt nézzétek meg. Itt alalazán nyírják itt a füvet. Tehenekkel a vágányok mellett. Ez nem semmi. Itt van a várótelem, meg a forgalmi iroda. Megnézzük. Meg rengeteg szúnyog van, azt elárulom. Itt a forgalmi iroda. De szerintem nincs már itt senki. Ilyenkor már biztos nincs szolgálat, a panac sincs. Le is vannak a torv, és ott van még egy melléképület, szerintem ott van a WC. Ott meg dolgozik a biofűnyíró. Na. Szevasz, Riska. Vagy Bimbo, vagy nem tudom, hogy szoktak a tejeneket hívni. Van egy élő állatrakodó is. Hát nem ezeket a tejeneket hozták ide, azon a rakodón. De egyébként erre lehetett használni egy élő állatrakodót, hogy ugye, tehát többek közt tejeneket, vagy hát ilyen marhákat is lehetett ott felhajtani, meg lehajtani a vagomba. Egyébként itt van. Dolgozik a biofűnyíró. Közelebb nem megyek hozzá, de nem tudom, hogy állomáson van, aztán 1, 2, 3, 4 vágány. És ennyi. De melyik, ha megyünk is tovább. Nem zavarjuk a dolgos teheneket, akik nyírják itt a füvet. Meg hát egyébként meg hasznos állatok, mert tejet is adnak. És ott van még egy. Hát itt ugye az állatok szolgálnak, ott a vonalbejáró macska. Figyeljétek csak. V43 3000-es megy, aha. Na pont, éppen ezért mondtam, hogy ott legel a tehén, majd adja a tejet, amit majd megiszik a macska. Hát ott van a... Lelegeli itt a gazda, a tehén, előállítja belőle a macska benzint, és már ott is van a macska. És azt nézzétek, kupikék, tölpike, hókuszpók és sziamiaú együtt. Egyébként megyek most Közös Ladány fele, és egyébként a végső úti cél az Békés lesz. Csak majd a Közös Ladánynál felmegyek a Közös Gátra, és akkor ott fogok végig tekerni. És ezt értek, valahol úton Közös Ladány fele, és ez már a 127-es pálya, ahogy ugye megy vésztő, illetve Közös Ladány vésztő irányon, vagy Közös Ladány szeghalom vésztő irányon inkább, de ez a Gyoma szeghalom szakasz. Hát, arra fele van valahol Közös Ladány. Hát, mint mondtam, vonat már nem jön.
Úgyhogy megyünk mi is tovább. És ha esetleg látjátok, teli hold van. És mindjárt lemegy a nap is. Gyönyörű. Na, még az jó lenne a töltés, de odaérni, mert besötétedik teljesen. Na, sziasztok. Hát ez egy elég kalandos hazatérő út lesz, de most már legalább tudom, hogy hol vagyok. Eddig csak azért nem vlogoltam, mert egyrészt ilyen nagyon időse volt rá itt a szúnyogetetés közben a töltésem, másrészt meg az már a szokottnál is nyomdafestéket nem tűdőbb lett volna. Ja, az történt, hogy rámentem a töltésre, mert Körösladány, meg Köröstarcsa között nincs bicikliút, a 47-es úton biciklizni, mert felmentem a töltésre, ott viszont, mivel itt is zuhé volt, úgyhogy annyira fölázott a földút, hogy beleragadt a bicikli, és nem lehetett menni, és alásul ráragadt egy kilósár, mert beszorult a kerekek közé, alig tudtam kiszedni. Úgyhogy még hogyha hajtani is tudtam, akkor is, mint a behúzott fékkel mentem volna. Aztán a vashídnál tudtam csak visszajönni a betonútra, mert ugyanaztam, hogy most már szilárd úton fogok menni. Nem érdekel, akkor is a hosszabb. Ott meg szerintem rossz irányba kanyarodtam el, mert sokáig mentem egy ilyen útalan utakon, de azt jelezte a térkép, hogy mezőben én felem megy, és akkor mondom, hogy jó, mindegy, akkor menjünk erre, mert azt legalább már tudom, hogy hol van. Hát mondjuk tényleg sokat láttok belőle. És itt is azt mutatja a térkép, hogy itt ki lehet jutni a Békési útra. Aztán lehet, hogy most megint Zsák utcába futunk. Mert megint fingom nincsen, hol vagyok. Tehát lehet, hogy inkább le kéne kanyarodni azt. Ja, de ott a főút előttem, hát akkor jó. És az volt a szerencsém, hogy találtam egy ilyen melegvízű kutat, de tényleg melegvízű volt, az olyan volt, mint Békésen az ATZ út. Szerintem ebben is ATZ víz van. És hát ott sikerült a biciklit lecsapatni, mert magamat is, mert tiszta sár voltam. Úgyhogy közben már hívtak otthonról, hogy hol vagyok már. Hát mondtam, most legalább már azt annyit tudok, hogy mezőverénybe. Úgyhogy innen már nagy baj nincsen, mert csak a főutat kell megtaláljam, és hogyha az megvan, akkor már Békésig bicikli úton el tudok gurulni. Csak 8 km mi az már nekem. Meg hát hova siessek, mert előbb-utóbb onnan érek. És persze a gáton is, mikor nem tudtam haladni, akkor meg ugye sikeresen össze-vissza csípkedett az összes felzavart szúnyog, úgyhogy ez évi véradást azt már sikeresen teljesítettem, de még a következő évit is. De ott igen, azok a higanygőzlámpák, azok már szerintem a főutat, igen, a főúton vannak ilyen higanygőzlámpák, akkor ez már az lesz. És akkor itt lesz, ja, a benzinkút, igen, ja, jó. A Penny meg a benzinkút, jó, akkor meg lesz. Úgy nézek ki, mint aki egy dagonyapartiról jött, még jobb is, hogy nem látjátok ebbe a sötétbe. Így. Akkor ennyi, menjünk is tovább, majd még Békésre fogok jelentkezni azzal, hogy hazaértem. És az lesz a vlognak a záró része. Aha, itt is vagyunk, na, sziasztok, akkor majd Békésre. És most már Békésen, már majdnem otthon. Kanálisnál a békakuruttyolásokat már hallom. Na, most kicsit csöndben maradtam, hogy hát akkor ti is halljátok, és hát ennyi volt végül is. Mezőben éve meg lett a főút. Aztán így kalandosan, ja, csak közben de sötét van, igen, mert átjöttem Párizson, és akkor lopakodó üzemmódba kapcsoltam, és lekapcsoltam a biciklilámpákat, hogy az egy nem olyan jó környék, maradjunk ennyibe, és akkor már mindjárt itthon vagyok, de akkor legyen ennyi elég. Hát ez egy ilyen nagyon rendhagyó vlog volt, amíg megfordítom a kamerát, hogy engem is lássatok. Ez bizony már Békés, és már mindjárt otthon. Úgyhogy akkor köszi, hogy ezt is megnéztétek, hát ez egy unalmasabb vonalbejárás volt, mert ugye az eső miatt sem nagyon lehetett videózni, meg nem is nagyon volt mit. Hát ugye azt meg majd csak, hogyha belakom az egy GPS statisztikát, akkor fogjátok látni, hogy mennyire eltévedtem, és mennyire össze-visszamentem, és micsoda maratoni kör volt. És hát majdnem éjfél van, csak úgy megjegyzem. Tehát én úgy terveztem, hogy olyan 21-ben legkésőbb 22 fele itthon leszek. Ehhez képest mi van? Most van kb. Éjfél, és még mindig nem vagyok otthon, igaz? Már nem sok hiányzik, de még nem vagyok otthon. Úgyhogy akkor ennyi lett volna, akkor szintén most már tényleg leteszem. Na, sziasztok! Most legyen ott!